Tisztelettel és szeretettel köszöntjük kedves nézőinket. Párkapcsolati kultúráról lesz szó, hiszen ha szétnézünk ismerőseink között, akkor gyakran látjuk azt, hogy egy-egy házasság válságba, esetleg válásig eljut, válságba kerül, és sok szeretettel köszöntjük stúdió vendégünket, Csizmadia Robertet, aki ennek a tudománynak szakértője. Tisztelettel és szeretettel köszöntjük Szigeti Jenő tanár urat. Fájdalmas azt látni, hogy egyre több házasság kultúrája valahogy meggyengül ebben a rohanó világban. Hogy tapasztalod, mint egy ilyen házassági tanácsadó? Tetszik nekem ez a szó, hogy kultúra. Mert minden egyes ember valamit hoz magával, valamit tanulunk családból, otthonról, szülőktől, nagyszülőktől. És az tűnik egyre jobban szembe a statisztikákból, hogy ez mintha kezdenem kicsit megfakulni, megkopni. Tehát azok a jól bevált kapcsolati formák élén a házassággal, azok úgy meggyengülnek. Nagyon sok nagyszerű gyakorlat, együtt időt tölteni, az egyre nehezebbé válik, ilyen nagyon egyszerű dolgok. Hiszen most már a feleségek is dolgoznak, ha tudnak, ha van munkahelyük, férj is dolgozik, és egyre nehezebb ezt a kellemes időtöltést összehangolni, Szigeti tanár úr. Igen, pontosan ez a dolog most, egyre dolgoznak a feleségek. Hát régen is dolgoztak a feleségek, ugye gondoljunk a ükmamáink, neked már ükmamáink, nekem még dédmamáim korára. Ugye akkor szőtek, fontak, patakba mostak, nem volt Tommy Super, nem volt mosógép, stb. Szárítógép sem. Szárítógép, és mégse nyögtek, hogy semmire sincs idő. Valahol kiszivattyúzták az időt a társas kapcsolatainkból. És valahol itt van az egész. Na most az idő, azt régen tudjuk, nem mennyiség, hanem egy minőségi dolog, és valahol az idő minőségét veszítettük el. Tehát házaspárokat összeköti a nagy szerelem, és egy házasságnak ugye azt szoktuk mondani, biztos ezt megerősített, hogy négy korszaka van. Van az álmodozás, van a nagy kiábrándulása, van az összeszokás, és akkor van, amikor már hát egy húron pöndülnek, és az öregkori dolog. De valahol nincs időnk ezt kivárni, elmúlik az első álom, és akkor anyám nem ilyen lovat akartam, mondták régen, és akkor jön a válás. És ezt az utódok, a gyerekek sínlik a legjobban meg. Eszembe jutott egy mondat, amit egy holland barátomtól tanultam, hogy régen az volt a szokás, hogy megjavították a ruhát, manapság kidobják és vesznek egy újat. És hát, sőt, még néha nem is tisztítják már. Néha már nem is tisztítják. És hát valahogy ehhez kell visszanyúlni, mert ez egy nagyon jó begyakorolt szokás volt, hogy igenis tenni kell érte, igenis össze kell csiszolódni, időt kell rászánni, szeretetet, kitartást kell rászánni, és akkor ez egy nagyon-nagyon jutalmazó kaland lesz. Te, mint egy protestáns lelkész, mint adventista lelkipásztor, hogyan látod, hogyan tudjuk ezt a párkapcsolati kultúrát javítani? Hogyan tudjuk a gyerekeinknek továbbadni, hogy a következő generáció házassága, házassági kísérlete is nyilván társadalmi szinten sikeresebb legyen, eredményesebb legyen, boldogabb legyen a következő generáció? Erre azt tudom mondani, hogy a gyermek sosem azt csinálja, amit mondanak neki, hanem azt, amit lát. Uh-huh. Tehát, hogyha mint egy felelősségteljes generációként gondolunk magunkra, ki a maga életkorában, akkor igazából a legtöbb, amit lehet tenni a következő generációért, az, hogy a saját kapcsolatom, a saját házasságomon dolgozok. És megpróbálom ennek a gyakorlatát megfigyelés által továbbadni. Természetesen nagyon-nagyon sok anyag most már elérhető, lehet az ember önképző, vannak nagyon nagy hiányosságok, érzelmi intelligencia, ez egy olyan terület, amivel nagyon sokszor találkozunk, nincs elég együttérzés, érzelmeknek a nevén nevezése,
amikor konfliktus van, akkor általában ezek inkább eldurvulnak, mint sem, hogy a megoldódás felé legyenek segítve a folyamatok. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a legfontosabb az embernek az, hogy saját magáról viseljen gondot, és saját maga fejlődjön ezekben a kapcsolatokban. Nagyon jó szót mondtál most, és ez megragadott engem, és ez pedig az, hogy érzelmi kultúra, érzelem. Ha megnézzük az életünket, és mindenki nézzen a tükörbe, most egy ilyen lelki tükörbe, az érzéseinkről általában nem szoktunk beszélni. Sőt, azt el is illik rejteni. Ezt el is rejtjük. Na most ez egy óriási nagy baj, mert az embernek az érzései is vannak. Na most, amikor elindul egy házasság, tehát az udvarlás, a szent álmodozás kora, hogy mondjuk így, akkor mindig érzelmeinkről beszélünk. És megtörténik a házasság, és utána érzéseinkről nem beszélünk. És az érzéseinkkel nem beszélünk, ehhez még hozzájön az, hogy az óhajtó mondatok is eltűnnek, maradnak a parancsoló mondatok. Szóval nem egyszerűen nem nyílunk meg a másik előtt, és ez nagyon rossz. Ha ezt nem állítjuk helyre, akkor egy nagyon érdekes visszás helyzet alakul ki, bezárkózik, és akkor lesz az, amit Ilyes Gyula úgy mondod, a páros magány korszaka. Hogy én is egyedül vagyok, ő is egyedül van, és egyszerűen nem köt össze már bennünket végül semmi. Tehát helyre kellene állítani az érzésekről való kommunikációt, és erre én nagyon sok gyakorlati példát tudok mondani, hogy voltak házastársak, akik eljöttek, hogy na már válni akarunk, és azt mondtam, hogy jó, rendben van, váljatok, de először menjetek el két hétre ketten. És minden nap fogadjátok meg, hogy mit éreztek, milyen élményetek volt. A vacsora előtt egy órás élménybeszámolót tartsatok, mindig rendbe jött a házasság. Ez egy nagyon érdekes, egyszerű terápia. Lehet, hogy nincs időnk egymásra a rohanó világban, csak tényleg ezekre a kategorikus imperatívuszokra, a parancsoló módokra? Elveszik az érzelem, elveszik a szeretet valahol ebben a mókus kerékvilágban? Nem kell hozzá sok idő különben a párkapcsolat karbantartása. Kell hozzá 10 perc minden este, amikor a pár nem az időjárásról beszél, aktuális politikai kérdésekről, gondokról vagy egyébről, hanem saját magukról, a kapcsolatukról. És ezt bátran megteszik nyíltan, tudva azt, hogy szeretik egymást, tisztelik egymást, és bármit elmondhatnak, és bármit megbeszélhetnek. Kezdjön jön ugye egy ilyen mondat, hogy tudod, most benne a hivatalba, csak mondok egy példát. Úgy éreztem, hogy. Ha ezt már kimondja, hogy úgy éreztem, hogy, és elmondja az érzését, akkor nagyon érdekes, a társa mindig érzelmekkel fog válaszolni. Tudod, én meg úgy éreztem, hogy. És ezt a 10 percet csinálják egy nap, és ebben Robinak abszolút igaza van, akkor egyszerűen nem jön az a kísértés, hogy ott hagyom a másikat, mert végre van egy olyan társam, akivel az érzéseimről beszélhetek, mert a hivatali főnökeimről erről nem beszélhetek, nem? Én azt hiszem, hogy valahogy a mai világban, ahol nagyon sok válást látunk, majdnem, hogy sík, ha én ott hagyom a házastársamat, ha én egy új kapcsolatba, ha egy élettársi kapcsolatba, a munkahelyi kapcsolatba belemegyek. Bárkit lebeszélnénk. Nem egy rossz úton való elindulás, egy ilyen rossz divatnak a követés ez? Én egy kérdést hozzáteszek, mielőtt én mondtál valamit. Ez a kérdés pedig az, hogy felszoktam tenni, hogy ki az a másik nekem? Szexpartnerom. Szerződtünk az anyakönyvvezető előtt. Szerződött társam. Vagy pedig a legjobb barátom, akivel kicserélhetem az érzéseimet. Miért van az, hogy a legjobb barátjától sokkal nehezebben válnak meg sokszor az emberek, mint a házastársuktól, nem? Igen. Érted, hogy mire gondolom? Igen. Hát az a helyzet, hogy valahogy ez is hozzá tartozik, ezek a nagyon hirtelen bomló kapcsolatok ehhez a válsághoz.
nagyon sokszor találkozom azzal a problémával, hogy emberek azt mondják, hogy jó, nem jött össze, megyek tovább, találkozom azzal, hogy még a válás meg se történik, már is van egy újabb partner, egy újabb kapcsolat, sokszor talán még azzal a céllal is, hogy újabb házasság legyen belőle. Akkor harmadik, negyediknél tart az ember párkapcsolatnál, és még mindig azt mondja, hogy hát keresem az ideálist. Az ideálist, majd ő hogy lesz, akkor meg szoktam kérdezni, hogy hát jó, hogy partnert lehet cserélni, de hát gondolkozott-e már azon, hogy saját magát lecserélje? Mert úgy tűnik, hogy az mindig megy folyamatosan ezekbe a kapcsolatokba. Ez egy érdekes dolog, hogy ez valóban így van, amit mondsz, és erről jutott eszembe. Én nekem sok ilyen második, harmadik házasságban lelki gondozandó emberem volt. És itt az alapvető konfliktust nem fogjátok elhinni, mi jelenti. Mindig az elsőt keresi a harmadikba. Így van. Vagy a másodikat. És beszéltem ilyen emberekkel, és azt mondják, hogy megkérdeztem 5 házasság után, hogy na most mondd el, hogy melyik volt a legjobb. Szóval, ha vissza lehetne állítani a legelsőt, ott voltam a legboldogabb, csak ott kellett volna másképp csinálni. Szóval van a házasságnak valami első szeretete, amelyet ha kidobunk, akkor utána, ezután nosztalgiázunk. És ráadásul 3-5-ször bomlékonyabbak a második kapcsolatok, harmadik kapcsolatok. Ezt nem szoktuk észrevenni, mindig a házasságot szidjuk, hogy milyen sokszor van benne probléma, így a statisztika szempontjából feleválással végződik, de a további kapcsolatok azok még kevésbé tartósak. És hazatérve az ember úgy elgondolkodik rajta, hogy mit fog először mondani oda-haza. És sokszor ennyi dönti el az aznap estét, és hozzá tennék még annyit, hogy van egy szakasz, amikor az ember látja azt, hogy mit jelent neki a másik. Amikor annak örül, hogy a másik szép, jóképű, becsületes, szeretetteljes, és örül annak, amit kap. Utána... És tudok örülni a házastársam sikerének, és nem féltékenyen rivalizálni fogok vele. Így van. És utána eljön az a pillanat, amikor rájövök arra, hogy amit én tudok adni ebbe a kapcsolatba, az is fontos nekem is. Örülök annak, hogy amit én adok, az valamit jelent a másik számára, és érzem azt, hogy itt vannak kötelességeim, nagyszerű dolgok, amiket csak én tehetek meg ebben a kapcsolatban, és ebből lesz egy előrelépés. És aztán eljut odáig a dolog, hogy végül úgy összecsiszolódunk, hogy már maga ez az együttlét értéket jelent ebben a kapcsolatban. És valahol eddig kell kitartani, és akkor az egy hatalmas beteljesítő élmény, és úgy gondolom, hogy ez a cél. Igazából. Ahogy én érzem a szavaidat, a házasság, a jó házasság, az nem olyan véletlenszerű, mint egy időjárás, hanem valami olyan dolog, amiért meg kell dolgozni, amiért az énemet meg kell feszíteni, amiért a másikat el kell ismerni, és ez lehet, hogy ebben a világban nem mindenkinek természetes. Nagy igény van rá. Igen. Tehát szerintem minden egyes ember érzi azt, hogy egy olyan kapcsolatban lenni, ahol megbecsülnek, elfogadnak, ahol önmagam lehetek, anélkül, hogy szégyentől vagy bármi mástól tartanom kelljen a másik előtt, az egy hatalmas érték. Hát a házasságnak az a lényeg, hogy adom magam. Most, hogyha ezt megfordítom, én csak kapni akarok, akkor a házasságot úgy gondolom el, mint egy olyan bank, amiben nem kell betenni, csak kivenni, ilyen nincsen. Na most miért jó az, hogy adom magam? De nagyon sok ember azt gondolja, hogy ez az önmagam feladása. És a másik oldalon ott vannak a szinglik derekas hada, akivel megint rengeteg lelkigondozói probléma van. Tudnélik, előbb vagy utóbb rájön arra, hogy mi végre élek a Földön, erre nem tudok válaszolni. Mert a másik ember nélkül nincs élet. És itt van a házasságnak a lényege. Legalábbis a legtöbb esetben. Legtöbb esetben itt van a probléma. Ha
Én nem azt mondom, hogy mindenkinek kötelező. Nyilván most nem élni. Beszélünk az özvegyekről, tehát rögtön a nézőknek is az érzékenységét figyeljük. Vegyük az özvegyeket, vegyük az egyedül élőket. Ha egy özvegy vagy egy egyedül élő ember emberi módon akar élni, akkor mindig keres a társadalomban valami mellékfoglalkozást. Valami ezért, hasznosságot. Valami hasznosságot. Ezért, hát ha megnézzük egy művelődési házban nyüzsögnek ezek az emberek, ezek az aktívák, ahogy szoktuk mondani. Szóval valamit kell tenni a másikért. Az ember nem tud egyedül élni. Na most, a házasság nem egy kötelező intézmény, de a legkönnyebben kialakítható olyan intézmény, amiben én a másikért vagyok. Mert ha ez nem történik meg, hanem én csak bezárkózom és önmagamért vagyok, akkor előbb vagy utóbb elvesztem azt, hogy mit jelent az, hogy én ember vagyok. Akkor egy dolog, egy tárgy leszek, elszemélytelenedek. A személyiség, beszűkölök. Martin Buber mondta azt, hogy az én csak a tebe él igazán. Uh-huh. És a te az egy olyan én, ami én bennem lesz tevé. Tehát ez az én és a te, ez a németül nagyon szépen hangzik, magyarul egy kicsit süketül hangzik, de azt hiszem érti mindenki, hogy miről van szó. Szóval, hogyha én elfelejtek a másikért élni, a másikkal valamilyen értelmes, oda-vissza kommunikációs kapcsolat, az kevés, de üzletet folytatni, hogy adom magam, és ő is adja nekem, akkor egyszerűen értelmetlen az élet. Ez két jó barát között épp úgy lezajlik egy jó munkatársal, épp úgy lezajlik egy másik emberrel, vagy ha megözvegyültem, akkor talán valakiért csinálok, vagy vállalok egy gyereket, akiért valamit tudok tenni, vagy segítek valakin. De ez a társadalmi léthez hozzátartozik. Na most a házasság az azért izgalmas dolog, mert itt én választok ki egy olyan valakit, aki még tetszik is nekem, mert ez is fontos, aki... Szabadon és önként. Szabadon és önként, és aki, mivel én férfi vagyok és ő nő, gyökeresen más, mert egy férfi teljesen másképpen gondolkodik, mint egy nő, és alapvetően megtanulom a tolerancia lényegét. Az, hogy egy másfélét hogy kell elhordozni. És ez a tolerancia, ez a házasságban nem csak egy üres fogalom, nem egy kompromisszum egyszerűen, hanem sokkal mélyebb tényleg, ami az elfogadáson alapul. A másiknak a lényének, személyiségének, az elismerése, annak a minden fényével és árnyékával együtt. Mihálec Gáborral többször ilyen hétvégi programokat csináltok, amely ilyen házassági előkészítő, vagy már házasságban lévők számára konfliktuskezelés. Miből áll egy-egy ilyen hétvégi program? Jó, de azt is mondjuk meg, Gyűrűkúra. Gyűrűkúra. Így van. Egy kicsit ugye erre a filmre asszociál, Gyűrűkúra, ugye máshová tesszük a hangsúlyt. Egy résztvevő találta ki ezt a nevet, és az az igazság, hogy nagyon jól mutatja. Már az a szándékunk, hogy nagyon jól induljon egy kapcsolat, nagyon sok minden függ. Aztán azzal szembesültünk, hogy azok, akik már kapcsolatban élnek, ők is nagyon szívesen vesznek részt egy olyan alkalmon, amikor lehet beszélgetni párosan, csoportosan. Nagyon feldobja az embereket az, hogy foglalkoznak a kapcsolatukkal. Ez egy nagyszerű időtöltés. Tehát amúgy maga a tartalma az pedig arra épül, dr. David Olsonnak a kutatásaira, aki 40 évet kutatta a házastársi kapcsolatokat, és az derült ki belőle, hogy vannak bizonyos olyan területek, amelyek nagyban befolyásolják egy párkapcsolatnak a boldogságát, vagy várható boldogságát is akár, hiszen 3 évvel előre nagyjából meg lehet mondani ez alapján, hogy egy párnak majd boldog kapcsolata lesz, vagy kevésbé valószínű, hogy ezt a szintet el tudja érni. És hát ezek nagyon fontos területek, másik személynek az elismerése, kommunikáció, konfliktuskezelés, pénzkezelés, gyermeknevelés, bővebb családnak a kezelése, a hozzájuk való viszony, a része a spiritualitás is, a lelkiség is, ugyanígy az derült ki, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos kapocsa a párok között. És aztán ezeken megyünk úgy szépen sorban, és próbálunk mindegyikben egy-egy élményt adni a pároknak.
most a nézőink közül a hölgyeket arra kérjük, hogy egy teát készítsenek a férjüknek. Miért van az, hogy a mai modern világban olybá tűnik, mint a házasságokban a hölgyek viselnék a kalapot? Ez csak egy látvány, vagy ez egy társadalmi jelenség? Mert kultúrától nagyon függő jelenség. Tehát Magyarországon találkozunk ezzel. Habár hozzátenném azt, hogy a férfiak mindig azt gondolják magukról, hogy ők a fej. Aztán ők a nélkülözhetetlen. Hogy a hölgy a nyak, tehát innentől kezdve megkapják. Ez egy természetes velejárója. Így van. Más érdekességet mondok, de ez kapcsolódik. Én az egyetemen, mivel hát tudják, hogy lelkész vagyok, és nem csak egyszerűen tanár, ezért a fogadó óráimon még aktívan tanítottam, mindig sorbáltak a lányok, ilyenkor tavasszal, érzelmi gondjaikkal, mert ugye a mamával ezt nem lehet megbeszélni, meg a papával. Ami nagy baj különben, de nem ezt akarom mondani, hanem a lányok sorban mindig azt mondják, hogy a mai fiúkkal nem lehet mit kezdeni, mert éretlenek, értelmetlenek. És én ezen nagyon sokat gondolom, miért? Hát kortárs, hát együtt van, miért sokkal inkább? És akkor elkezdtük azt nézni, hogy megkérdezik mondjuk egy 8. osztályos, 6. osztályos gyerektől, hogy mit csinál a mamád egy nap, az kapásból el tudja mondani majdnem óra pontossággal, hogy mit csinál a mama. Mit csinál az apád? Fogalma sincs. Dolgozóban van, meg ha hazajön, akkor nézi a televíziót, meg a sportújságot olvas. És a foci meccset. És a foci meccset nézi. És akkor az a mondat, amit az elején mondtál, hogy egy ember nem azt csinálja, amit mondanak neki, egy gyerek nem azt csinálja, amit mondanak neki, hogy szerepet vesz át. Itt a szerep átadással vannak óriási problémák. A fiúk nagy része nem tudja a férfi szerepet. Nem és is ezért, találkozik vele. Ezért infantilis, hogy így mondjam, a házasságban, akkor belép, infantilis. Sokkal jobban tudja a hölgy, a házasság, hogy mit kell tenni, és ezért természetesen ő lesz a parancsnok, mert ő mondja, hogy ide lemész, ezt csinálod, azt csinálod, amazt csinálod, és a férfi úgy érzi, hogy neki nincs szerepe, ő egy segédmunkás a házasságon belül. Ez egy nagyon nehéz csapda, de úgy gondolom, hogy ennek a kérdésnek a háttere. Hogy látod ezt? Gyorsan, egy fél percben. Jó, igen. Úgy gondolom, hogy a férfiasságot nagyon nehéz ma megtanulni. Csak óvónénik, tanárnénik vannak, és sokszor az apuka igen. is hiányzik a családból. De úgy gondolom, hogy azok a fajta ideálok, amelyek benne vannak, akár a kultúránkban, a Bibliában, az a fajta önfeláldozó szeretet, kitartóság, azt viszont meg lehet tanulni az életben. A hölgyek minden esetben tanítanak bennünket, tehát ők ezt elvárják, és ezzel szembesítenek is bennünket, férfiakat. Csizmadia Robert, nagyon szépen köszönjük a gondolataidat, elköszönök a kedves nézőktől, vigyázzunk családjainkra, szeressük feleségünket, férjünket, óvjuk őket, tiszteljük őket, és bizonyára akkor ez a házassági kultúra fejlődni fog. Viszontlátásra, Isten áldja önöket!